Jogosak a tiltakozó gazdák követelései és megfelelő hozzáállással a kormány orvosolni is tudja azokat, véli Köncei Csaba parlamenti képviselő. Bár a háromszéki gazdák helyzetét valamelyest enyhíti a burgonya viszonylag jó áron való értékesítése, Kovászna megyében is vannak olyan gazdaságok, amelyek a csőd szélére sodródtak, hangsúlyozta a háromszéki mezőgazdasági szakember. A tiltakozó gazdák követeléseinek nagy része jogos, megfelelő politikai akarattal megoldható, fejtette ki Köncei Csaba parlamenti képviselő. Az egyik fő elvárás az ellenőrizetlen ukrán gabona beáramlásának megfékezésére, tranzit útvonalakon történő szigorú ellenőrzésére vonatkozik. A helyzet orvoslására már történtek intézkedések, ugyancsak megoldódott a múlt heti kormányülésen, hogy B-kategóriás gépkocsi vezetői jogosítvánnyal legfeljebb 40 km/h sebességgel traktorok is vezetnek. Legyenek a közutakon. A hosszabb távú megoldások között szükség lesz a támogatási rendszer átalakítására is, oly módon, hogy az kiszámíthatóbbá és gazdabarátibbá váljon. Köncei Csaba szerint az uniós környezetvédelmi megszorító intézkedések egy része a hazai gazdákat lehetetlen helyzetbe sodorja. Gondolok a használt vegyszer mennyiségek felére csökkentését, amit az Unió, az Európai Bizottság szorgalmaz, tehát nem mindegy, hogy 8 kilóból csökkentem felére a felhasznált hektáronkénti vegyszereket, vagy 2 kilóból, amit Románia használ, mert ha azt felére csökkentem, akkor már óriási termés tudok okozni. Tehát ezek azok a dolgok, amelyeket folyamatosan kezelni kell és követni kell. Én meg vagyok győződve, hogy a román kormány ezt lépésről lépésre megpróbálja megoldani. A mezőgazdasági kifizetésekkel kapcsolatos fennakadásokat elsősorban a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség vezérigazgatóságánál történt változás okozta, de az előlegek jó részét folyósították. Jogos a kérés, hogy amíg elszámolható támogatási pénzt február 29-éig kifizessék. Múlt héten a Kovászna megyei gazdák is eljuttatták követeléseiket a kormányhoz. Köncei Csaba elmondta, a háromszéki gazdák valamivel jobb helyzetben vannak, hiszen a krumplit jó áron tudták értékesíteni. Azonban a gabonapiacon ugyanolyan problémákkal küzdködnek, mint a többi gazda, és a megszorítások, a támogatások késlekedése az ő helyzetüket is megnehezíti. Így nem egy háromszéki gazdaság a csőd szélére jutott, hangsúlyozta. Megegyezte, procedurálisan nehéz év elé nézünk, de kedvező időjárás, jó termék átlagok esetén a piac egyensúlyba kerülhet, elfogadható áron tudják majd a gazdák az alaptermékeket értékesíteni, és ez esetben nem lesz nagyobb gond a 2024-es esztendővel mezőgazdasági szempontból.